Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsorát látják október 28-án, szerdán. Az autóiparba is betört a graboplaszt. Hamis buszokhoz való fékberendezéseket foglalt le a NAV, és embercsempész banda ellen emelt vádat a Moson-Magyaróvári járási ügyészség. Azonnal jönnek a részletek, de mindenek előtt mutatjuk kiemelt híreinket. Bevált a határzár, erről beszélt Simon Robert Balázs és Kara Ákos Győrben. A két politikus szerint el kell utasítani a közös európai kvótarendszer javaslatát. Életet mentett egy rendőr Győrben, egy átfagyott férfit húzott ki a járőr a Rábából. Győzelemmel kezdené az Európa kupát a CMB Cargoni Győr csapata. A kosarasok holnap a portugál bajnok ellen lépnek parketre. És marad az őszies időjárás, sok napsütéssel egészen a hétvégéig. Adásunk végén jövünk a részletekkel. A baloldal az önkormányzati bérlakásokat a menekültek rendelkezésére bocsátaná, hangzott el Simon Robert Balázs és Kara Ákos győri sajtótájékoztatóján. Ezt a javaslatot hasonlóan a kötelező kvóta rendszerhez a kormány egyértelműen elutasítja, mondták. Hozzátették azt is, hogy az elmúlt napokban alig érkeztek migránsok az országba, ami szerintük a határzár hatékonyságát és szükségességét bizonyítja. Tisztítógép söpri a leveleket a Honvédligetben. Jelképesen választották a győri fideszes országgyűlési képviselők ezt a helyszínt, hiszen egy hónappal ezelőtt még migránsokkal volt tele a tér. A véleményük azóta sem változott a helyzetről. Azt mondják, minden országnak joga van eldöntenie, hogy kiket fogad be és kikkel akar együtt élni. Elutasítjuk ezt a kötelező kvótarendszert, mert ami kiszivárgott eddig adatok alapján, eleve hibásak az adatok, hiszen 160 ezer ember, elnézést a kifejezésért, elosztásáról beszélnek. Ez Magyarország esetében csak idén 2000 főt jelentene, a jövő évben pedig akár 20 ezer főt is. Simon Robert Balázs hozzátette, a kötelező kvótarendszer egy meghívó levél a migránsoknak, aminek nagyon súlyos következménye lehet. Az országgyűlés a napokban öt párti egyeztetést tartott a menekült kérdésben, ahol kiderült, az ellenzéki erők közül is többen támogatják, hogy Magyarország ne vezesse be a kvótarendszert. Ezt követően az igazságügyi minisztert utasította a miniszterelnök, hogy készítse elő ennek a jogi előkészítését. Ezt követően egy kormányhatározat születik, amelyet november 2-án, azaz a jövő hétfőn fog tárgyalni a magyar parlament. Tehát a Fidesz politikusai reményeink szerint több ellenzéki párt támogatásával is a kötelező kvótarendszert, azaz az úgynevezett visszaosztási rendszert maximálisan ellenzik. Most egy nehéz időszakon túl vagyunk, de újabb nehéz időszaknak nézünk elébe. Határozottan ellenezzük azt az európai kötelező kvótarendszert, amire politikusok, baloldali politikusok javaslatot tettek, teljes mértékben elutasítjuk, ugyanúgy, ahogy elutasítjuk azt is, hogy akár győri, akár Győr környéki, de bármilyen magyarországi önkormányzati bérlakásokba bárki délről érkező gazdasági bevándorlókat költöztessen, határozottan elutasítjuk ezt is. A képviselők ismertették az aktuális statisztikai adatokat is, amelyek azt mutatják, az elmúlt hetekben alig érkeztek menekültek az országba. Szerintük ez bizonyítja azt, hogy a határzára szükség volt, és van visszatartó ereje. A hármas határzár, a jogi határzár, amiben bűncselekménnyel nyilvánítottuk a határátlépést, illetve az élőerős, tehát a honvédek és a rendőrök emberfeletti helytállása, valamint az egyéb intézkedések, ami a kerítésépítésre vonatkozott, és az egyéb további intézkedéseink beváltak. Nagyon jó mutatják a számok, hogy a magyar-horvát határszakasz zöld határ zárása előtt napon 6353 illegális határátlépés történt, ez október 25-én 12 főre csökkent. A sajtótájékoztatón elhangzott, a népvándorlás visszaszorítását csak úgy lehetne megoldani, ha az elsődlegesen érintett országokban, mint például Szíriában és a török táborokban olyan körülmények lennének, hogy az emberek ne akarjanak tovább indulni Nyugat-Európa felé. Az autóiparba is betört a graboplaszt. A győri székhelyű vállalkozás olyan alvázvédelmi anyagot állított elő, mellyel a magyar autógyártók igényeinek jelentős részét, valamint az exportpiacokat is képes kiszolgálni. A győri gyár azt közölte, hogy a jelenlegi becslések szerint mintegy 4000 tonnát tud előállítani az új anyagból évente.
A vállalat export piacainak fejlesztése mellett az is fontos cél, hogy az új termékkel hosszabb távon a Magyarországon működő autógyárak beszállítójává válhasson. Ezzel kapcsolatban egyébként már folynak tárgyalások. Hamis buszokhoz való fékberendezéseket foglalt le a NAV, mintegy 4,5 millió forint értékben. A NAV pénzügyőrei egy győri alkatrész raktárt vizsgáltak meg, ekkor akadtak a hamisított alkatrészekre. Ezután több megyében is tartottak ellenőrzéseket hasonló eredménnyel, összesen 1200-nál is több hamisított eszközt találtak. Az adóhatóság közleménye szerint a fékalkatrészek autóbuszokba beépítve közúti balesetet is okozhattak volna. Az érintett cég ügyvezetője azt mondta, nem tudta, hogy hamis alkatrészeket vásároltak. Életet mentett egy rendőr Győrben, a járőr egy 30 éves férfit húzott ki a rábából, nem messze a vasúti hídtól. A fiatalember a 10 fokos vízben szinte teljesen kihűlt. Az egyenruhások pléddel takarták be, illetve melkasát dörzsölve próbálták felmelegíteni. Zavartan viselkedett, nem tudta megmondani, miért ugrott bele a folyóba, mentők vitték kórházba. A segélykiáltásokra egy járókelő lett figyelmes, aki a hídon gyalogolt. Értesítette a rendőrséget, a járőrök azonnal a helyszínre vonultak. A kollégák a túloldalon keresték, én pedig, illetve még rajtam kívül három kollega ezen az oldalon jártuk át a partot, és a túloldalról vette észre a kollega, hogy itt fekszik benne a vízbe. A 30 éves férfira végül a folyóban bukkantak rá, csak a feje látszott ki a 10 fokos vízből. Szinte teljesen elmerült az iszapban. Ruháját a parton találták meg a rendőrök. Segítségért kiabál, hogy megfagyok. Leugrottam ide a partra, és mondtam a személynek, hogy kapja el a kezemet, nyújtotta a kezét, sikerült kijebb húznom a partra, és sikerült felhúznom ide a betonos részre, ahol egy pokróccal takartuk be, hogy ki ne hűljön addig, amíg a mentő kiérkezik. A fiatalember zavartan viselkedett, így azt sem tudta megmondani, miért ugrott a folyóba. A férfit a mentők a győri kórházba szállították. 16 ember ellen emelt vádat a Mosonmagyaróvári járási ügyészség. Közülük 7 embert bűnszervezetben elkövetett embercsempészettel vádolnak. Az ügyészség szerint 2013 márciusa és decembere között 130-nál is több ember külföldre juttatását szervezték meg Magyarországról a csempészek. Az illegális bevándorlókat elsősorban Ausztriába vitték, de előfordult, hogy Olaszország vagy Franciaország volt az úti cél. A kiemelt jelentőségű ügyben 3 hónapon belül ki kell tűzni a tárgyalás időpontját. A vádpontok közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele akár 16 évig tartó szabadságvesztés is lehet. Összesen 160 millió forintból újul meg energetikailag a tatabányai Dózsakerti óvoda. Ennek köszönhetően a költséghatékonyság mellett környezetkímélőbb is lesz az épület, kicserélik a nyilászárókat, szigetelik az épületet, valamint új fűtési rendszert és szabályozható radiátorokat is kap az intézmény. Emellett befejeződik az óvárosi bölcsöde felújítása is. Idén egyébként 14 másik tatabányai intézményben is voltak hasonló felújítások, nagyjából 67 millió forint értékben. 5 település részvételével tartottak polgári védelmi gyakorlatot a Győr-Moson-Sopron megyei tűzoltók. A cél elsősorban az volt, hogy felkészüljenek az őszi-téli időszakban várható feladatokra. Így takarítják a több évtizede büdösödő, szinte már mocsaras árkokat Abdán. A gyakorlat során a polgári védelmi szervezetek tagjai a vízelvezetők tisztítását végzik, felkészülve a szélsőséges időjárás következményeire. Jelen pillanatban 5 település köteles polgári védelmi szervezetének a gyakorlata zajlik. Abda székhelyel, Abda, Bölcs, Ikrény, Kunsziget, illetve Ötevény résztvevőivel. Jelen állás szerint az Ötevényi csatorna tisztítását végzik. A gyakorlat feltételezése szerint jelen pillanatban egy árbelvízi helyzet alakult ki itt az időjárásból adódóan. Nem folyik el a víz, és ezért kell a csatornát megtisztítani. Amit egyébként is meg kéne tisztítani, úgyhogy értelmes dologra sikerült ezt a gyakorlatot tervezni.
Szabó Zsolt Abda polgármestere azt mondja, nagyon hasznos a munkavégzés, mert így legalább két legyet üthetnek egy csapásra. Ez egy kötelezően elrendelt gyakorlat, illetve maga a szervezetnek a felállítása és fenntartása is kötelező jellegű, amellett nyilván a jó felfogott érdeke minden településnek, hogy egy működő ilyen szervezete legyen, de itt most tényleg valóban a gyakorlathoz tudtunk egy értelmes célt is párosítani. A gyakorlaton körülbelül 30 ember vesz részt, a költségeket pedig az önkormányzatok állják. Önkéntesekkel karöltve tették rendbe az udvart a Nyuli Márton lakóotthonban élők. Új szerszámokkal egész nap dolgoztak a kertben, volt, aki levelet sepert, volt, aki az ágyásokat szépítette meg, és a kerti bútorok is megújultak. Az időjárás miatt 3 hete halasztották, de most zajlanak a munkálatok a Márton lakóotthon kertjében. Ameddig világos van, ameddig dolgozni lehet, tehát a mai napot szeretnénk munkával tölteni, minél több mindent befejezve, elvégezve. Látjuk, hogy lesz tennivaló. Az otthonban 11-en laknak, a legügyesebbek is segítettek rendbe tenni az udvart, levelet csepertek, virágágyásokat tettek rendbe, és a kerti bútorokat újították fel. Az otthon lakói önkéntesekkel vágtak bele az őszi nagy takarításba. Nagyon nagy segítség, meg kell mondjam, mert az otthonok a működtetése azért elég gyenge lábokon áll, és minden segítség érdemi segítségnek minősül. Azon túl, hogy most ez nem csak fizikai értelme vett segítség, amit most a Budapest Bank dolgozói részéről kapunk, hanem kaptunk egy kis anyagi támogatást is, amiből többek között kerti szerszámokat vásároltunk, mert azok is elkoptak és megrongálódtak az elmúlt 11 év alatt, úgyhogy ezeknek a pótlására is sor került, hál' Istennek. Az érdemi munkát meg azt meg nem tudjuk eléggé megköszönni. A régi hagyomány a Budapest Banknál, hogy a kollégák önkéntesen segítenek évről évre a törődésnapja rendezvény keretében, és mindig saját magunk vagy az ismeretségi körünkből, vagy valamilyen információ alapján kiválasztunk egy-egy helyet, ahol segítünk. Ezek többnyire iskolák, hasonló lakóotthonok, mint ahol most vagyunk, vagy néha környezetvédelemmel kapcsolatos teendők. A Márton lakóotthon tevékenységét személy szerint is régóta ismerem, kollégáim előtt sem volt ismeretlen, és különböző kapcsolatok alapján, amik már megvoltak köztünk, döntöttünk úgy, hogy akkor idén ősszel itt dolgozunk és segítünk. A Nyúli Ne Felejts Egyesületből Margit néni a levendula ágyás rendbetételét vállalta el. Falusi asszony vagyok, szeretek kint kapálni minden, és akkor mondtam, éppen egy hete voltunk Écsen, ilyen civil szervezetben, és akkor mondtam az ácskének, ha lesz olyan munka, akkor én szívesen eljövök segíteni nekik. A szorgos kezek egész nap segítkeztek az otthon körül. A tavalyi nemzetközi mérkőzésekből sokat tanulva kezdi meg az idei kupa szereplését a CMB Cargo Uni Győr női kosárlabda csapat. Az Európa kupában a portugál Sportiva Azores Airline csapatát fogadja az első fordulóban a megyeszékhelyi együttes. Egyre nagyobb rutinnal készül a nemzetközi szereplésre a győri együttes, hiszen idén már az 5. idényét kezdi meg a női Európa kupában. A felkészülést most kicsit hátráltatta, hogy a portugál játékvezetők sztrájkja miatt ellenfelükről csupán egyetlen mérkőzés felvételét tudta beszerezni a csapat. Nyilván messze menő következtetéseket nem lehet egy mérkőzésben levonni, de amit le lehetett belőle, azokat a tanulságokat levontunk. Mindenféleképpen felkészültünk a taktikai repertoáriukból. Egy szűk rotációval rendelkeznek, úgyhogy mindenféleképpen megpróbáljuk a fizikai fölényünket érvényre jutatni ezen a mérkőzésen. Hát személyesen is nagyon várom, mert ilyen nekem tavaly kimaradt ez az Európa Kupa sorozat egy sérülés miatt. A csapat a tavaly legnagyobb problémát okozó üres középjátékos posztot az idei évre már betöltötte. Az együttes remek bajnoki rajtja bizonyítja is, hogy jó úton halad a csapatépítés. A hazai bajnokságban elért eddigi eredmények nagy magabiztosságot adhatnak a nemzetközi szereplés megkezdéséhez is. Bízom benne, hogy tudunk egy sikeres rajtot venni, hogyha azt a játékot játszik, amit itt a bajnokságnak az eddigi fordulójában megszokhattunk. Óriási lehetőség, játékosoknak személy szerint nekünk is. Bízom benne, hogy az, hogy elhozunk európai csapatokat Győrbe, szurkolóink is nagyon elégedettek lesznek, és hát a legszebb álmaink válnának valóra, hogyha tovább tudnak jutni a csoportból, de itt még nem tartunk, igazából mindig csak egy mérkőzésre előre gondolkozunk, és próbálunk a lehető legjobban felkészülni. Az idei idény első nemzetközi mérkőzését csütörtökön 18 órától rendezik az egyetemi csarnokban. Csak egy sajnálatos sérülés miatt maradt el a csata a felvidéki és a mosómagyaróvári erős ember csapat között a budapesti versenyen. A Skytech Team Challenge sorozat fővárosi állomásán Winkler Ádám a keret cipelésnél ugyan komoly bajba került,
de a harcot nem adta fel, így nagy küzdelemben Németh Róberttel együtt befutottak a második helyre. Páros röngnyomás 230 kg-os súllyal. Ez alapfeladatnak számít az erős emberek csapatversenyén, ahol a legjobb eredményhez az összhangra is nagy szükség van. Ugyanez elmondható keretcipelésre is, ahol a kisalföldi páros egyik tagja, Winkler Ádám, bajba került versenyszám közben. Keretcipelésnél a második fordulónál recsent egyet a vádlim, és vissza minden fordulónál, amit minden mérteném, egyre jobban kezdett fájni. És hát így is a második időbe tudtuk behozni a versenyszámot, annak is nagyon örülök. A sajnálatos sérülés miatt a dunaszerdélyeknek nem maradt olyan vetélytársuk, akik megszoríthatták volna őket összetettben, de Winkler Ádámék így sem adták fel. Igaz, a két egyéni számban cserélniük kellett, a papírforma így már nem nekik kedvezett. A vasvári Adorján Balázs így behúzta az egykezes nyomást, az izlandi keresztet pedig Berec Frigyes vitte a legtovább. Ezután jött a gumiforgatás, ahol ezt a majdnem 900 kg-os keretet kellett a két versenyzőnek négyszer is átfordítani. Nagy meglepetésre Németh Róberték nem csak odaálltak meg, és csinálták a feladatot. Először úgy volt, hogy nem csináljuk végig, aztán harcosok vagyunk, azt mondta Ádi, megpróbáljuk, és egy próbaemelés után úgy döntöttük, hogy megy, és akkor a összegeznél mondta Varázs Ádám, hogy hárommal tudjuk tartani ezt a második helyet, de sikerült végigcsinálnunk a négyet, úgyhogy így a végén nagyon boldog vagyunk, hogy Ádi sérülten, de mégis végigcsináltuk. A leggyorsabb ebben a számban is Fehér Mátyás és Berec Frigyes volt, így a csallóközi duó nyert a kisalföldiek előtt, míg a harmadik helyre a vajdaságiak futottak be. A Fitbalance Trophy volt sokak számára a szezon utolsó megmérettetése, de lesznek olyan atléták is, akik még a novemberi kamionhúzó OB-n is rajthoz állnak majd. Bevált a határzár, erről beszélt Simon Robert Balázs és Kara Ákos Győrben. A két politikus szerint el kell utasítani a közös európai kvótarendszer javaslatát. Életet mentett egy rendőr Győrben, egy átfagyott férfit húzott ki a járőr a Rábából. Győzelemmel kezdené az Európa kupát a CMB Cargoni Győr csapata. A kosarasok holnap a portugál bajnok ellen lépnek parketre. Ma este is itt van velünk Kóródi Petra a programajánlóval. Szia Petra, miből választhatunk csütörtökön? Szia és köszöntöm a nézőket! Mozart Requiem a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásában. Holnap este 7 órától a Győri Bazilikában csendül fel Mozart darabja Berkes Kálmán vezényletében. A koncerten közreműködnek Cserekei Andrea, Meggyesi Schwarz Lúcia, Varga Donát, Bakonyi Marcell és Veszprém Város Vegyes Kara. Mozart Requiem tehát holnap este 7-től a Győri Bazilikában. Aztán a Csodák logikája címmel Mérő László matematikus-pszichológus előadását ajánlanám a figyelmükbe. Az előadás Mosonmagyaróváron lesz holnap 17 óra 30-tól a Huszárgálvárosi Könyvtárban. Aztán kellemes időben kiváló úti cél lehet a komáromi monostori erőd. A megújult Dunai bástyában a hagyományos dunai mesterségeket lehet megnézni, mint például az aranymosás és a hajókészítés, de a Dunai bástya mellett a haditechnikai park és a hadtörténeti kiállítás is várja a látogatókat. A komáromi monostori erőd kiváló kikapcsolódási lehetőség az egész család számára. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Napos, száraz idő várható csütörtökön az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Csütörtökön hajnalban 6, amíg reggelre 9 fok valószínű. Csütörtökön délutára is marad a napos, őszi idő, a nappali csúcs 7 és 13 fok között alakul. A csütörtök este is tiszta lesz, eső nem várható. A nap végén 5-6 fokot mutatnak majd a hőmérők a prognózisok alapján. Marad a tiszta, napos idő a folytatásban is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Pénteken a reggeli és az esti órákban 4, amíg napközben 14 fok várható. A szombat is napos és esőmentes lesz. A nap elején és végén 3, amíg nappal 14 fok valószínű. Vasárnapra sem ígérnek esőt a szakemberek, reggel és este 3, amíg napközben 14 fok várható. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Önök az Oxigén televízió műsorát látták október 28-án, szerdán. Friss híradóval holnap este 7 órától újra várjuk majd önöket, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is.
addig pedig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.